A szőlő nemzetségbe számos faj és alfaj tartozik. Közös jellemzőjük, hogy fászáróak, termésük fürtökben helyezkedik el, levélzetüket pedig tenyeresen összetett levelek alkotják. Magyarországon már több mint 1000 éve termesztenek szőlőt. A borszőlők jellemzően vékony héjúak, lédúsak, magas cukortartalmúak, míg a friss, fogyasztásra különösen alkalmas csemegeszőlők, nagyszeműek, ropogósak, a tárolást és szállítást jobban tűrik. A fekete, kék, zöld, arany, lila, piros és további árnyalatokban pompázó szőlőfürtökből a boron kívül készülhet gyümölcslé, lekvár, mazsola és szőlőmagola is. A szőlő kacsokkal kapaszkodik, ezért a kertben nem csak ízletes gyümölcse miatt szánhatunk neki helyet, hanem ültethetjük lugasok, pergolák befuttatására is, látványa páratlan lesz. Ha szeretnénk borszőlőt vagy csemegőszőlőt ültetni, először érdemes megismerkedni a szőlő igényeivel, mint az alapvető gondozási tudnivalókkal. Beszéljünk arról, hogy mikor jött ez a szenvedély, ugye itt a szőlészet, illetve hát ezek a fantasztikus nagyfürtű csemege szőlők, hogyan sikerült ezeket termeszteni? Igen, úgyhogy amikor ide költöztünk 2003-ba, ezt úgy örököltem meg, hogy ez mind borszőlő volt, a 70-es évek elején telepítették, és hát a szőlőnek az élettartama változó, de többnyire azért 50 év az már sok neki, de van egy kevesebb is. És akkor ami kipusztult, annak a helyére csemegeszőlőket ültettem, mert én alkoholt nem fogyasztok, és hát így szépen apránként. Ami kipusztult, de az elmúlt 18-20 év, azért hát, látszik itt a sorok között, igen, hogy tényleg szívét, lelkét beleteszi ugye a gazda, de hát milyen munkafolyamatok vannak ez mögött? Hát az volt az első, hogy itt nagyon ki kellett gazolni. Ide költöztünk, akkor itt ilyen méteres gaz volt közte. Aztán utána rájöttem, hogy a szőlőt az ember, hogyha használni akarja az eszközöket, eső után például, akkor nem állt, hogyha minden második sor közben van füvesítve. Aha. Ezt mindenki azt mondja, hogy hát ilyet nem is látta, pedig a gazdaságukban is így csinálják tulajdonképpen, tehát ez nem egy újdonság. És hát ugye tavasszal kezdődik a dolog, amikor az ember meccés, és már ott dől a fejben meg az egész dolog, hogy hogyan történik. Én most már 2 éve csinálom azt, hogy mert azt hittem, hogy én is, hogy tudok, hogy hogyan kell mecceni, megmondta egy borász barátom, hogy hogyan kell mecceni, hogy ez ilyen morzse kordonos szőlő, most ha itt megnézzük, ezen például látszik, hogy ez egy eszter tőke, igen, csemege, tehát rosszul van metve. Ez olyan, hogy fel van hajtva az alsó dróthoz, az egy vessző, és akkor abból, ami kijöttek vessők, azokat másik évben két szemre metszem. Uh-huh. Ez a hagyományos Mózes kordonos meccés. Most csemegeszőlőnél, vagy borszőlőnél ez így is kell. Csemegeszőlőnél viszont 2 éve tudtam meg, hogy nem. Csemegeszőlőnél hosszú szálveszőt kell hajtni. Tehát itt van most ez a vessző, ami most idén nőtt. Ez levágunk innen, és ez lesz lehajtva jövőre. És minden évben így történik, és akkor így sokkal nagyobb fürtök jönnek, és sokkal ízletesebb, és hát tökéletesebb a szőlő. Ugye ez a visszajelzések alapján is, akik jönnek vásárolni, mind-mind ezt mondják. Hát igen, van visszatérő vemű, úgyhogy ez nem is egy. Hát most gyakorlatilag le van rabolva a szőlő, mert ez egyszerűen, hát nem is tudom, hogy durván olyan 60-70 kilót eladtam eddig. Uh-huh. És hát senki nem panaszkodott. Mik a távlati tervek? A távlati tervek azok, hogy tehát az összes borszőlőt lecserélni, az hosszú idő lesz, de és beszerezni, szeretnék 2 fajtát beszerezni, nem magyar fajta, a Preobrazhenyije, meg Dubovsky Rozovij, ezek ilyen kisebb fürtöcskék, kisebb bogyócskák, és igen korai szőlők, tehát az augusztus elejére már megérnek. Tehát ugye az érési periódust azt kiterjeszteni. Mert jelenleg most ott vagyunk, hogy a Nero, ami érik leghamarabb az augusztus közepe vége, hát idén most kicsikét később, mert hát 2-3 hét igen, késésben van a természet, és hát van ez a hamburgi musgotáj, ez hogyha olyan idő van, akkor november eleje, tehát akkor is még lehet szedni. A szőlő meleg és napfényigényes növény, helyéül a kert napos, árnyékmentes részét választjuk.
Már az ültetés előtt gondoljuk át jó alaposan, hogy hova szeretnénk ültetni a töveket. Szeretnénk egész szőlősort telepíteni, vagy csak felfuttatnánk egy dúlassal, hogy hűs árnyékot adjon. A szőlő talajigényéről elmondható, hogy jól alkalmazkodik a homokos, gyengébb minőségű talajokhoz is. De igazán a tápanyagokban gazdag, laza szerkezetű, humuszos talajt kedveli. Vízigénye átlagosnak számít, aszályos forró időszakban gondoskodjunk kiegészítő öntözésről. A szőlő, bár igényei nem éppen különlegesek, nem tartozik a legkevesebb munkával nevelhető gyümölcsök közé. A szőlő nemelése során növényvédelmi teendőkkel, valamint a meccéssel is számolnunk kell. Ezek az ápolási munkák természetesen elsajátíthatók, és néhány tőtelepítés esetén nem jelent sok időt az elvégzésük, azonban plusz feladatként jelentkezik az egyéb kerti teendők mellett. A szőlőt számos betegség és kártevő támadhatja meg, ezért szinte biztosan számíthatunk növényvédelmi feladatokra. Jellemző betegségei a peronospora, a lisztharmat és a szürke penisz. Kártevők közül mindenképp említést érdemel a szőlőmoly, a szőlőilonca, a szőlőtripsz, a szőlőgyökértő és a szőlőlevélatka. Szőlőmetszése szintén elmaradhatatlan gondozási munka, amennyiben egyenletesen jó minőségű és mennyiségű termést szeretnénk szüretelni a tövekről. Szőlőcsemetét szabad gyökerű és konténeres kiszerelésben is vásárolhatunk. Ültetés előtt méregeljük, hogy milyen célból ültetnénk szőlőt, bortermelésre vagy pedig csak friss fogyasztásra. Ennek megfelelően válaszunk csemegeszőlőt vagy borszőlőt. Szintén gondoljuk át alaposan a szőlő helyét, méregelve a környezeti igényeit, valamint hogy futtatni szeretnénk az elültetett töveket, vagy szőlősorban gondolkodunk. Ha megtaláljuk az ideális ültetési helyet, jöhet az ültetés, melyen ősszel érdemes végezni. A szabad gyökerű szőlőültetvényeket minél hamarabb ültessük el, ne hagyjuk őket kiszáradni, az ültetés előtt pár órával állítsuk vízbe őket. A frissen telepített szőlő esetében szükség van fagyvédelemre. Ez jó megoldás, a kupacolás, a föltakarás, a vesszők alsó 3-4 ügyét védje. Bízunk benne, hogy tanácsaink segítségével a szőlő sikeres elültetését és gondozásában lesz részük. Bőséges termést kívánunk!